todo. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket és azokat, akik minket online követnek a Művészet és Pszichoanalízis című sorozaton. A program a József Attila Társaság, a Ferenczi Sándor Egyesület és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös programja. Mielőtt fölkonferálnám a mai előadónkat, szeretnék egy bejelentést tenni, vagyis hát egy köszönetet nyilvánítani, mert ez a 20. évadunk, és annak is a második programja, és abból 19 évadot Nagyvári Ildikó, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a munkatársa volt segítségünkre, a programokat ő szervezte, és az, hogy technikailag és minden szempontból rendelkezésünkre álljanak a megfelelő felszerelések és mindenféle körülmény kedvező legyen, azt neki köszönhetjük, és azt a szervező tevékenységének. Úgyhogy szeretnék most Ildikónak egy kis ajándékot átadni mind a három szervező nevében. Úgyhogy gyere, légy szíves, Ildikó! Légy szíves, hadd nézzenek meg téged is! Nagyon szépen köszönjük, tehát akkor mindhárom szervező nevében. És akkor most csak így. És egy mondatot hagyd mondjak, hogy egyik legkedvesebb sorozatom a Művészet és Pszichoanalízis, úgyhogy már mint boldog nyugdíjas fogok visszajárni az előadásokra, és sok szeretettel adom át a stafétát Mészáros Kata kolléganőmnek, aki ugyanígy fogja gondozni, meg ilyen jó kis háttérmunkások voltunk mi ebben, úgyhogy vagy vagyunk. Köszönöm szépen! Mi is nagyon köszönjük, Ildikó, neked ezt a sok éves munkát, és köszönjük Katának, hogy Mészáros Katának, hogy rendelkezésünkre állt. És sok szeretettel köszöntöm tehát a mai előadóinkat is, vagy előadónkat, bocsánat, Rideg Béla, a magyar filozófia szakos tanárt, és doktoranduszt, aki a PTE elméleti pszichoanalízis doktori programnak a hallgatója, és ő fog a mai estén Transgenerációs traumák Sophie Oksanen tisztogatás című regényében címmel előadást tartani, a kísérő szövegeket pedig Bánfi Edit tolmácsolásában fogják hallani. Köszönöm Bélának, hogy elfogadta a felkérést, és Editnek is, és át is adnám a szót. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Rideg Béla vagyok. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek az előadásra, illetve azokat is köszöntöm szeretettel, akik az online térben követik ezt az előadást.
A mai előadás címe, illetve a témája Sophie Oksanennek a híressé vált Tisztogatás című regénye, amely szöveg hát nagyon erőteljesen jeleníti meg a traumát annak minden dimenziójában, még a transzgenerációs szemlélet felől is hát igen jelentőssé vált ez a szöveg az elmúlt évek szépirodalmi munkái közül. Az első, amivel elkezdenénk, az Tóth Árpád az Ősök ritmusa című versének a felolvasása lenne. Ez a vers tulajdonképpen megfogalmazza azt már 1923-ban, amiről ma is gondolkodunk, amikor a transzgenerációs traumákról, a családi örökségekről, a transzgenerációs hatásról beszélünk. Szeretném felkérni Bánfi Editet, hogy olvassa fel a verset. Nem felolvasom, előadom. Köszönöm. Tóth Árpád. Az ősök ritmusa. Ember vagyok, új élet, új utas. Ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s száz szűz ösvényt tör, ami bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús, zajlás a test titkos mélyeiben, távol a fénytől mégis biztosan, hibátlanul, s ős híreket izen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükkapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadó idegem. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy őseim, hát éltek még. Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utót, sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út? És nem is lehet újat kezdeni, csak egy parancs van a földön örök, dolgozni, s új rabszolgát nemzeni? Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, innékem is. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vén bút elfelejt. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűzbirodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak a szívekben a bús fáradt ritmusok, a holt apák. Köszönjük szépen a vers előadását. Tulajdonképpen a transzgenerációs trauma, a transzgenerációs jelenségek már olyan ősi szövegekben megjelennek, szövegszerűen is, mint a Biblia. És amikor erről a témáról gondolkodunk, mindig fontos, hogy az elődökről is megemlékezzünk, és ezt teszi Tóth Árpád is ebben a gyönyörű versében. Amit ma transzgenerációs öröklődésnek nevezünk, azt ő nagyon modern szemlélettel megfogja, és még a sejtszintű öröklődésre is kitér ebben a versben, ami hát nagyon meghaladta a korát. Transzgenerációs traumákról fogok beszélni a regény kapcsán. Előtte néhány alapvető fogalmat mutatnék meg. Transzgenerációsnak nevezünk tulajdonképpen bizonyos érzéseket, érzelmeket is, amelyek hát a családon keresztül ívelnek,
hatnak. Ilyen például a fájdalom, a szégyen, a harag, a bűntudat. Ez a négy érzés mind megjelenik Sophie Oksanen Tisztogatás című versében, bocsánat regényében, és ezek adják tulajdonképpen a cselekménynek, illetve a belső cselekménynek a hátterét. A mai szakirodalomban már egy némi változás látszik, ugyanis sokszor már inkább transgenerációs hatásról és nem transgenerációs traumáról beszélnek. Méghozzá ennek az a jelentősége, hogy a hatás ez egy kicsit tágabb értelmezési lehetőséget ad, ugyanis itt az adaptív, illetve a pozitív jelenségekről is beszélhetünk, hogy ezek is öröklődhetnek, nem csak a destruktív, nagyon erős traumatizáció és annak a hatásai. Tehát a transgenerációs hatás, trauma olyan jelenség, amely átível tulajdonképpen családtörténeteket, információkat, és ezek az élmények tulajdonképpen hát a kutatások szerint a gének kapcsán is közvetítődhetnek. A manapság az epigenetikai kutatások foglalkoznak ezzel, és megjelent tavaly egy nagyon kifejező dokumentumfilm, a Born in Auschwitz, amely ezt a témát mutatja be egy anyalánya viszonyban. Nagyon érzékletes, és én nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezt a filmet, mivel úgy beszél a traumákról, hogy az mégsem pusztító, mégsem destruktív, és megérthetjük belőle azt, hogy valójában mit is jelent a transgenerációs hatás, valamilyen traumának az öröklődése, ami nem feltétlenül az érzéseinkben tükröződik, hanem nagyon sokszor a cselekvéseinkben, amiket átveszünk az őseinktől. Transgenerációs traumákkal Magyarországon az első között volt Virág Teréz, aki foglalkozott, méghozzá holokauszt túlélőknek a leszármazottjait kutatta, egyébként gyerekeket is. Nagyon jelentős az ő életműve a nemzetközi szakirodalom tudományon belül is, és alapvetően holokauszt túlélőkkel foglalkozott, és a transgenerációs traumáknak a kutatása, hát a holokauszt túlélők elbeszéléseiből indult el tulajdonképpen. Majd aztán a háborús veteránokkal is folytattak vizsgálatokat, illetve hát ami az Oksanen regény kapcsán fontossá válik, a szexuális abúzus, a diktatúra hatalomgyakorló eszközeinek az ábrázolása, ezek már bemutatott tényként tűnhetnek elénk, hogy mindegyik válhat transgenerációssá. Mi áll ezeknek a hátterében, a transgenerációs hatásoknak, a transgenerációs traumának? Hát a titok, az elhallgatás, ez nagyon fontossá válik a regény kapcsán is, ugyanis azt szokták mondani, hogy ez tulajdonképpen benne van a levegőben egy család történetében, és hát a transgenerációs átvitel kapcsán ez nagyon fontossá válik. Itt még kiemelnék két magyar kutatót, Ábrahám Miklóst és Török Máriát, akik tulajdonképpen a transgenerációs fantom jelenségét fogalmazzák meg. Igen jelentős elméletről van szó. Erről is még majd a regény kapcsán beszélni fogok. Röviden bemutatnám Sophie Oksanen írói portréját, ahogy a képeken látható, illetve biztos sokan találkoztak is vele, hiszen Magyarországra viszonylag gyakran jár könyvbemutatókra, például tavaly is, igaz, hogy csak az online térben, de részt vett az új könyve felkonferálásában. Extravagáns megjelenésű írónőről van szó, és hát a témái
ezek mindig valamilyen nagyon aktuális és nagyon sokakat érdeklő területeket tárnak fel. Én itt most néhány első regényét említettem a dián, illetve az előadásomban. Az első ilyen a Sztálin tehenei, amelyik tematikusan nagyon erősen kapcsolódik a tisztogatáshoz. Tulajdonképpen egy észt szagáról, egy észt családtörténetről beszélhetünk, hogyha a Sztálin teheneit, illetve a tisztogatást összeolvassuk. Az észt történelemnek a traumáit jelenítik meg, tehát a kollektív traumákat. A 20. századi észt történelemnek nagyon fájó momentumait, kollektív és egyéni szinten is. És talán az eddigi regényeik közül a leginkább kiemelendő az a tisztogatás. Tulajdonképpen minden európai nyelvre lefordították. Oksanennek nagyon nagy olvasótábora van hazájában is, Finnországban is, Észtországban is nagyon fontossá vált ez a regény. És az írói intenciója, ami motiválja nagyon sokszor az írónőt, hogy a saját történetét, történelmét mutassa be. Mindig valós elemekből építkezik, tehát ezek tulajdonképpen olyan fikciós történetek, amelyek történeti forrásokból állnak össze. Oksanen eredeti végzettségét tekintve dramaturg, ez a regényei nagyon jól érződik, ez a szerkesztésmód. Hirtelen vágások jellemzik például. A traumának nagyon erős, mély ábrázolása. És alapvetően fontossá válik számára, hogy az egyéni és a kollektív szenvedés az párhuzamosan kapjon ábrázolást. A következő dián Oksanen filmjéből, tehát megfilmesítették a tisztogatást, és ebből hoztam egy képkockát. A két főszereplő, Alide és Ingel látható rajta. Itt ez a történet két szálon fut. Egyrészt a 40-es évek, 50-es évek Észtországában a kommunista hatalomátvétel kapcsán, és megjeleníti az ész történelemnek tulajdonképpen a legsötétebb évtizedét, a 40-es éveket, amikor is a szovjet megszállást, náci megszállást követte, majd egy újra szovjet megszállás, amely 1991-ig tartott a függetlenedésig. Tehát Oksanen ezt ábrázolja történetileg hiteles szemmel, és nem csak történetileg, hanem nagyon bravúros pszichológiai perspektívába is helyezi ezeket a történeteket. Ez egy több generációs családregény, a tisztogatás. A címe nagyon metaforikus, és tulajdonképpen a végén fog értelmet kapni ez a cím, hogy miért pont tisztogatás. Akár idézőjelben is lehetne ez a cím, hiszen maga a megtisztulás az nagyon kétes módon egy gyilkossággal fog létrejönni. A történet váza tulajdonképpen az, hogy a 90-es évek elején egy kis észt faluban vagyunk. Az idős Alide, a regényben nagyon sokszor Vörös Nagyinak nevezik, pártorganizátor volt a férje, és emiatt megtalálja a kertjében Zarát. És szépen kibontakozik ez az elképesztő történet, ahogy ők rájönnek, hogy tulajdonképpen rokonok. Tehát két női karakter egymásra talál, tulajdonképpen a szenvedés az, ami összeköti őket, és közben szépen, ahogy haladunk a történetben, rájövünk, hogy ők rokonok. Méghozzá úgy rokonok, hogy Alidének a nővére, Ingel, Vlagyivosztokba lett deportálva tulajdonképpen, méghozzá nagyon pusztító módon tulajdonképpen úgy, hogy Alide cinkos volt abban, hogy a saját nővérét deportálják.
Álide férje, mint említettem, pártorganizátor volt, és aztán utána ugyanabban a házban élnek tovább, ahonnan a testvérét a kisgyerekével együtt deportálták. Rendkívül sok kínzás jelenet van a szövegben. Nagyon erősen van ábrázolva a szexuális erőszak például, és ez válik a transzgenerációs trauma gyökerévé a történetben, tehát maga a szenvedés és a kínzás. És az nagyon szép a történetben, ahogy ez a két női karakter, tehát Alide és Zara egymásra talál az elesettségükben tulajdonképpen. És most szeretném megkérni Editet, hogy adja elő nekünk a regénynek egy nagyon jellegzetes részletét. Köszönöm. Illetve bocsánat, Ferenczi Sándor klinikai naplójának is egy részletét hallhatjuk Edit előadásában. Köszönöm. ...1947, Nyugat-Észtország. Alidének hamarosan szüksége volna cigarettára. A fecskék már elköltöztek. A darvak előreszegett nyakkal szántották az eget, kiáltozásuk a szántóföldre hult, és megfájdította Alide fejét. Azok elmehetnek, nem úgy, mint ő. Nekik szabad odaszállni, ahová akarnak. Ő csak gombászni mehet az erdőbe. A kosár tele volt rizikékkel és szőrgombákkal. Az odahaza várakozó Ingel elégedett lesz a zsákmánnyal. Alide majd megtisztítja őket, Ingel talán megengedi neki, hogy le is forrázza. De egész idő alatt mellette fog őrködni, és maga fogja üvegekbe rakni, utasítva Alidét, hogy pontosan figyeljen meg mindent, mert nem fog boldogulni a saját otthonában gazdasszonyként, ha nem tudja, hogyan kell marinálni a gombát. Sózni talán Alide is tudná, de a marinálás az már komoly tudomány. És Ingel keze nyomán hamarosan újabb üvegek sorakoznak majd az éléskamra polcain. Néhány üvegnyivel kevesebbet éheznek majd a télen. Alida egyik kezét a fülére tapasztotta, mennyi daru, és micsoda kiabálás. A saruján keresztül is érezte az őszt. Szomjúság marta a torkát, aztán hirtelen feltűnt egy motorkerékpál, és egy bőrkabátos férfi, aki megállt Alida mellett. Mi van a kosárban? Gomba. Gombászni voltam. A férfi kikapta a kezéből a kosarat, megvizsgálta, majd elhajította. A gombák szétgurultak a földön. Alide rájuk merett. Nem mert a férfira nézni. Most bekövetkezik. Nyugodtnak kell maradnia. Nem szabad idegeskednie. Nem szabad kimutatnia a beléhasító félelmet. Tért hajlatából hideg verejték csurgott a sarujába, zsibbadság terült szét a testében, a vér kiszökött a lábából. Hát ha nem történik semmi, hát ha fölösleges a rémülete. Te már jártál nálunk korábban is, ugye? A nővéreddel. Te vagy annak a bandita feleségnek a húga. Alida a gombákat bámulta. Szemes arkából látta a bőrkabátot, csikorgott, ahogy mozdult a férfi, akinek vörösen meredezett a füle, a krómbőrcsizma ragyogott. Bár porlepte az utat, és a férfi nem német volt. El kellett volna szaladnia, bízva abban, hogy nem lövi hátba, vagy bízni abban, hogy nem találja el,
De akkor a férfi egyenesen hozzájuk menne, fogná Ingelt és Lindát, és megvárná, míg ő hazamegy. Aki elfut, az mindig bűnös, nem így van? A községházán a nagyfülű férfi előadta, hogy Alide élelmet vitt a banditáknak. A fény átsütött a férfi fülcimpáin. A szoba közepére lökte Alidét, maga pedig távozott. Alide elftársnő maga csalódást okozott nekem. Ugyanaz a hang, mint az első alkalomkor. Ugyanaz a férfi. Biztos benne, Alide elftársnő. Felemelkedett a szoba homályában rejtőző asztala mellől, méregette Alidét, a fejét csóválta, mélyeket sóhajtott, és nagyon bánatosnak látszott. Mindent megtettem magáért, többet nem tehetek. Intett a háta mögött álló férfiaknak, akik megindultak Alide felé, a férfi kiment a szobából. Alide kezét hátra kötötték. Fejére zsákot húztak. A férfiak elhagyták a szobát. A szöveten keresztül semmit nem lehetett látni. Valahonnan víz csöpögött a padlóra. Pinceszag hatolt át a zsákon. Nyílt az ajtó. Csizmák. Alide ingét letépték. Gombok koppantak a kőpadlón, a falakon. Német üveggombok. És aztán ő egérré változott a szoba sarkában, légyé a lámpán, és elreppent. Szöggé változott a gipszkarton falban, rozsdás szöggé, rozsdás rajszög volt a falban. Légy volt, és a nő mesztelen mellén sétált, a nő a szoba közepén volt, fején a zsák, és ő átsétált a friss zúzódáson. A vér összecsomósodott mellének bőre alatt. Véraláfutásokon keresztül húzódott a légy útja. A feldagadt melbimbókból kibudjant a vér, földrészeket mormált. Amikor a nő mesztelen bőre a padló kövére ért, többé már nem mozdult. Az a nő a szoba közepén, zsákkal a fején, idegen volt. Alide pedig messze járt. Szíve parányi hernyó lábakon futott, repedésekbe, lukakba, barázdákba, egyé olvadt a gyökérrel, amely a szoba alatt nőtt a földben. Csináljunk belőle szappant! A nő a szoba közepén nem mozdult, nem hallott. Alide köpésfoltá változott az asztal lábán, köpésfoltá kopogó bogár odu mellett, a fán lévő kerek oduban, az égerfán, az észtföldön nőtt égerfán, ahol még érezni lehetett az erdőt, a vizet, a gyökereket, a pockokat. Mélyen befúrta magát, vakondok volt, aki földkupacot túrt az udvaron, ahol eső és szél illata áradt. A nedves föld lélegzett és zsibongott. A szoba közepén lévő nő fejét vödörbe nyomták. Alide odakint volt a nedves földön, orrában, földhajában, földfülében, föld, és kutyák szaladtak át fölötte. Tappancsuk alatt benyomódott a föld, amely lélegzett, jajgatott, befolyt a víz, telítődtek az árkok, a víz saját útvonalat döngölt magának, és valahol krómbőr csizmák, valahol bőrkabát, valahol vodka hideg szaga, valahol orosz és észt keveredett, és rohadt nyelvek sziszegtek. A nő a szoba közepén nem mozdult. Bár Alide teste erőlködött, bár a föld megpróbálta megtartani őt magának, és gyengéden simogatta megsötétedett bőrét, lenyalta ajkáról a vért, szájába csókolta kitépet haját, bár a föld minden tőle telhetőt megtett, semmi sem segített. Visszarángatták. Csörrent az övcsatja. És a nő a szoba közepén megrándult. Ajtó csapódott, csizma döngött, vodkás pohár csendült, szék karistolta a padlót, lengett a lámpa a mennyezeten. Ő megpróbált elmenekülni. Légy volt a lámpában, szorosan a wolfram szárra tapadva,
de az öv visszakényszerítette, olyan remekül luggatott öv, hogy nem is lehetett hallani. A légcsapónál is jobban luggatott bőr. Próbálkozott, persze légy volt. Tovareppent fel a mennyezetre, el a lámpa fényétől, áttetsző szárnyak, száz szem, de a nő a kőpadlón hörögve rángatózott. A nő fején zsák. A zsákból hányás szagáradt, és nem volt rajta lyuk, amelyen a légy bemehetett volna. A légy nem talált utat a nő szájához. A légy megpróbálhatta volna megfullasztani a nőt, újra és újra hányásra kényszeríteni és megfullasztani. A zsáknak húgy szaga volt, vizelettől volt nedves, a hányás régebbi volt. Ajtó csapódott, csizmák döngtek, csizmák fölött cuppantgattak, csettintgettek, kődarabokként potyogtak a földre a kenyérmorzsák. A cuppantgatás megszűnt. Ez bűzlik. Vigyétek el! Az árokban tért magához. Éjszaka volt. Vajon melyik éjszaka? Egy nap telt el, vagy kettő? Vagy csak egy éjszaka? Bagoly huhogott. Sötét felhők úsztak a holdfényes égbolton, a haja átnedvesedett, felült, kikecmergett az útra, haza kell menni. Alsó ing, alsó ruha, ruha, harisnyatartó a helyén. Kendő nincs, harisnya sincs. Nem mehet haza harisnya nélkül, egyszerűen nem mehet, mert ingel, egyáltalán ingel otthon van. És jól van? Hát, Linda! Alide futva neki indult, de nem bírta a lába, lerogyott, négy kézláb mászott, feltápászkodott, támolygott, botladozott, csak tovább minden egyes mozdulattal előbbre. Ingel minden bizonnyal otthon van. Ezúttal csak őt, Alidét várták. Ingel tehát otthon lesz. De mivel magyarázza Ingelnek, hogy távozáskor volt rajta harisnya, most meg nincs? A kendőről azt mondhatja, hogy ott felejtette valahol, az út tele volt pocsolyával, esett az eső, remek, levette az átnedvesedett kendőt, és ott felejtette. Ám a harisnya. Harisnya nélkül nem mehet haza. Mesztelen lábbal tisztességes nő még a saját udvarán sem mutatkozhat. A lakókamra, a kamrában van harisnya. Be kellene menni a kamrába és kihozni onnan egy harisnyát. De a kamra ajtaja zárva, és a kulcs Ingelnél. Sehogy sem fog tudni bejutni oda, ha csak nem maradt nyitva az ajtaja. Alide hazafelé menet egész idő alatt a harisnyára összpontosította gondolatait. Nem Ingelre, nem Lindára, sem pedig arra, ami történt. Hangosan sorolta a különböző harisnyafajtákat. Sejemharisnya, pamutharisnya, sötétbarna harisnya, fekete harisnya, drapharisnya, szürke harisnya, gyapjú harisnya, összeráncolt harisnya. A kamra ott derengett előtte. Hajnalodott. Gyerekharisnya, a legelőn keresztül a ház mögé került, hímzett harisnya, gyári harisnya, harisnya, amelyért 2 kiló vajjal fizettek, 3 üveg mézért vásárolt harisnya, 2 napi munkabérből vett harisnya, ő és Ingel 2-3 nap másik háznál dolgozott. És mindketten kaptak egy-egy pár sejem harisnyát, pamut orrú, fekete sejem harisnyát. Zúgtak a fűzfák a házhoz vezető út mentén. Az udvar nyírfái mögül előbukkant a ház. Bent világosság égett. Ingel otthon van. A kutya nem ugat. Nyers színű gyapjú harisnya, kapron harisnya elérte a lakókamrát. Lenyomta a kilincset, zárva volt.
Harisnya nélkül kell bemennie, távol kell maradni a lámpafénytől, nyomban le kell ülni az asztalhoz, és alá kell dugni a lábát. Talán senki nem veszi észre. De tükör is jó volna. Alida megtapogatta az arcát, lesimította a haját, megtapogatta a fejét, ragacsosnak érezte. Sejem harisnya, pamut harisnya, gyapjú harisnya, kapron harisnya, a kútból felhúzott vödör vizet. Megmosta benne a kezét, kővel dörgölte, mert kefe nem volt. Barna harisnya, fekete harisnya, szürke harisnya, nyers színű harisnya, hímzett harisnya. Most be kellene mennie. Vajon képes lesz rá? Át tudja emelni a lábát a szülőháza küszöbén? És képes lesz-e beszélni a többiekkel? Remélhetőleg ingel még olyan álmos, hogy nem lesz ereje megszólalni. Linda talán alszik még, nagyon korán van. Alida bevonszolta a testét az udvarra. Ő maga kívülállóként figyelte, hogyan jár, hogyan emelkedik a lába, hogyan fogja meg a keze a kilincset, hogyan harsan a hangja, hogy itt vagyok. Nyílt az ajtó. Ingel beengedte. Hans szerencsére a rejtek helyén volt. Alida felsóhajtott. Ingel rábámult. Alida felemelte a kezét, figyelmeztetve, hogy egy szót se szóljon. Ingel tekintete Alida csupasz lábára tévedt, és Alida félrefordította a fejét, lehajolt, hogy megvakargassa Lipsit. Linda kiszaladt a szobából, és látva anyja összeszorított száját, megtorpant. Ingel mosakodni küldte. A kislány nem mozdult. Fogadj szót! Linda szót fogadott, csörömpölt a zománc edény, csobbant a víz. Alida még mindig ugyanazon a helyen állt, és bűzlött. Vajon az ő csupasz lábára sandított Elinda? Újra kilépett a testéből. Épp csak annyira, hogy be tudja nyomni az ágyba, és csak akkor tért vissza, amikor érezte a jól ismert szalma matracot a dereka alatt. Ingel az ajtóhoz ment és beszólt, hogy majd készít számára fürdőt, mihelyt Linda elindult az iskolába. Égesd el a ruhákat! Mindet? Mindet. Nem mondtam nekik semmit. Tudom. Újra eljönnének értünk. Lindát el kell küldeni. Hans gyanút fogna. Nem szabad, hogy bármiért is gyanakodjon. Hansnak nem szabad elmondani. Hansnak nem szabad elmondani. Visszhangozta Ingel. El kellene mennünk. Hová? És Hans? Szigorúan titkos. Jelentés Tamrihard lánya Alida kihallgatásáról. X, Varesz és Rebané ügynökök részt vettek Tam Alida kihallgatásában, miután tetten érték, amikor élelmet vitt a banditáknak. A kihallgatás alanya tagadta, hogy ilyen illegális cselekedetet hajtott volna végre, és kitartott állítása mellett, és biztos benne, hogy Peck Hans meghalt. A kihallgatás alanya semmi új információt nem adott, ami a nacionalista Peck Hans elfogására irányuló operációban segítséget nyújtana. X, Varesz és Rebané ügynökök már régebb óta ismerték a kihallgatás alanyát, de nem voltak benne biztosak, hogy hazudik-e, vagy sem. Ferenczi Sándor klinikai napló, 1932. július 24.
részlet. A lelki vagy testi kínzáskor az ember abból a reményből merít erőt a szenvedés elviseléséhez, hogy előbb-utóbb úgyis másként lesz. Így az ember fenntartja személyisége egységét. Ha azonban a szenvedés mennyisége és minősége meghaladja a személy befogadó képességét, az ember megadja magát, nem tűr tovább. Nem éri meg többé egy egységbe összefogni ezeket a fájdalmas dolgokat. Az ember részekre hasad. Többé nem szenvedek. Sőt, megszűnök létezni. Legalábbis összénként. Az egyes részek szenvedhetnek magukban. Az összszenvedés megszűnése, illetve felcserélése szenvedéstöredékekre magával hozhatja azt a hirtelen megkönnyebbülést, ami a sírást, a küzdelmet, a sikoltozást hirtelen nevetésbe fordítja. Egy fizikai hasonlat. Ha egy gömb szétesik 100 kis gömböcskére, a felszín a 100-szorosára növekszik. Úgy, hogy a külső burokra, mondjuk a testbőrének a felületére egységenként sokkal kevesebb szenvedés esik. Traumatikus az, ami előre nem látott, kikutathatatlan, kiszámíthatatlan. Köszönöm szépen a gyönyörű előadását a szövegeknek. Nagyon nehéz megszólalni ezután az erős, nyelviségű, képiségű szöveg után. Ez egy nagyon jellegzetes Oksanen idézet volt a regényből, egy fejezet pontosabban. Megjelent benne Hans Beck neve, aki köré tulajdonképpen szerveződik a cselekmény. Hans Beck valamiféle olyan férfi alak a regényben, aki akár az észt őseposz, a Kalevi Poegnek is a szereplője lehetne. Megtestesíti mindazt, amit az észtek arról gondolnak, hogy milyen egy észt férfi ennek a régi értelmében. Tehát ezek a szereplők, Ingel, illetve Hans, ők tulajdonképpen egy kicsit mítikusak is ebben a történetben. Illetve a szövegben rengeteg sok utalás van babonára, néphitre például. És mindketten ugyanabba a férfibe szerelmesek, Alide, illetve Ingel is. Alide az, aki egy kicsit mindig a második a sorban a nővérek közül, és Ingel az, aki mindent tökéletesen csinál. Szép, ügyes, alapvetően mindenkihez kedves, és Alide mindig másodiknak érzi magát tulajdonképpen. Egyszerre pillantják meg Hanst, egyszerre ismerik meg őt, és Alide számára az, hogy Hans Ingelt választotta, tulajdonképpen traumaként fogható fel, és egy abszolút destruktív szálnak az elindítója lesz ez a jelenet. Nagyon fontos szólni a traumának a nyelvi ábrázolásáról. Nagyon régi kérdés az, hogy az irodalomban miként ábrázolható a trauma. Ahogy ez a szöveg bánik a traumával, érezhető belőle, hogy a feszültségteli metaforikus kifejezésekkel megragadhatóvá válik maga az érzés, ahogy Juliet Mitchell kifejti, brit pszichoanalitikus, viszont a jelentés az kevésbé. Tehát az érzésnek a kifejezése válik a trauma ábrázolás kapcsán fontossá. Ez egy nagyon absztrakt nyelv, amin Oksanen szól a traumákról. Nagyon érzékletesen megjeleníti például azt, amiről Ferenczi Sándor is beszél a klinikai naplójában, méghozzá a pszichózist, a sokkot, hogy erre a nagyon erős sokhatásra hogyan reagál Alide. Tehát
egy pszichózisba esik, kiszakad tulajdonképpen a testéből, és kívülről vizsgálja, nézi önmagát. Tehát Oksanen, amikor ezt a történetet írta, akkor ő nem csak a történeti forrásoknak nézett utána, hanem tanulta is a pszichológiát, tehát hogy ezt hogyan lehet nyelvileg kivitelezni, ábrázolni. Nagyon absztrakt ez a nyelv, nagyon feszültségteli, nagyon drámai is egyben, és tulajdonképpen nagyon hasonló ahhoz, mint amit Paul Celan, az asszonya a Fronton című művében bemutat az erőszaktétel jelenetnél. Tehát ott is azt láthatjuk, hogy ez az erős fájdalom, az atomizáció, az énnek a széthullása, a széttörése tulajdonképpen leíró próza nyelvvel alig ha ábrázolható, sokkal inkább egy képi, metaforikus, költői nyelvvel lehet ezeket a törés momentumait ábrázolni. Ugyanakkor a másik részlet, amit az előadásból hallhattunk, az a regénynek a csatolmány részlete, ahol jelentéseket tár elénk Oksanen. Ezek igazi jelentéseken alapuló részletek. Tehát a regénynek a csatolmánya fogja megadni a kulcsot magához a regényhez, hiszen a jelentésekből tudjuk meg azt, hogy Alide titkos szolgálati ügynök lett. Tehát akit megkínoztak, titkos szolgálati ügynök lesz, és légy álnéven működik tovább. És ez a két momentum mutatta be azt, hogy hogyan ábrázolja a KGB ugyanazt az eseményt, amit egyébként az elbeszélő leír, ahogyan megélte az elszenvedő ugyanazt az eseményt. De a KGB-nek ez az eltárgyasító nyelve, tehát a tárgyas nyelvhasználat az egész szövegre jellemző. Amikor azonban jönnek a traumának az ábrázolásai, tehát a trauma kerül bemutatásra, akkor hirtelen átvált egy figurális, poétikai nyelvbe. Ez Oksanennek egy rendkívül erős leleménye, és hát a kritikusok is főként ezt emelték ki a regény kapcsán, ahogy a regiszterek között váltogat, és ez nagyon kísérteties, ijesztő is. Tehát a KGB-nek ez az eltárgyasító nyelve, ahogy szépirodalmi nyelvé válik. Igen. Tehát beszéltem a figuratív nyelvhasználatról, illetve arról, hogy Alide tulajdonképpen ebben a pszichózis, pszichotikus állapotban hát a léggyel mint egy azonosul, és az válik benne szintén nagyon kísértetiessé, hogy aztán légy lesz az ő ügynöki álneve. Tehát ez egészen elképesztő momentuma ennek a regénynek. Tehát itt kapunk tulajdonképpen egy családi forgatókönyvet, egy szkriptet. Megkapjuk a traumának a gyökerét, ami a hatalomgyakorlás, tehát a szexuális erőszak. És akkor azt mellékszálként, ahogyan a kései utódban ez megjelenik Zarában, a 90-es években, Észtországnak a függetlenedése idején, hát sajnos nagyon sok orosz maffiózó ejtett rabul észt lányokat, és ilyen cselekvésre kötelezte őket. Tehát ez a regény történetileg is hiteles ábrázolást ad. Ami még nagyon fontos Ferenczi Sándor, illetve Oksanen kapcsán, hogy Ferenczi a klinikus szempontjából ábrázolja a traumát, tehát az atomizációt például. Oksanen pedig a szép irodalmi nyelv eszköztárával, a figuratív képi megjelenítésével árnyalja ezt a nyelvet. És nagyon érdekes, hogy Ferenczi szövege, a klinikai napló szinte tartalmában és nyelvezetében is
azonos az Oksaneni regénnyel. Ez egy nagyon érdekes párhuzam a két mű között. A következőkben szeretném Editet újra felkérni, hogy adja elő nekünk a regénynek azt a momentumát, amelyben pedig az kerül ábrázolásra, hogy ez a trauma poszttraumás emlékbetörésként hogyan jelenik meg. Alidénak le kellett ülnie. Lábából a homokba folyt minden ereje. A mozigépész észrevette, hogy megszédült, és letette a kezében tartott villanymotort. A gépész még mindig a fejőlányt szórakoztatta. A mozigépész a padhoz támogatta Alidét. Kérdezte, mi történt, és lehajolt hozzá. A férfi düftin nadrágjának kiszakadt darabkája, Alide orra előtt lifegett, a kíváncsi tekintet feljebb kutakodott. Alide azt válaszolta, hogy megszédült a melegtől. Előfordul az ilyesmi. A mozigépész elment vizet hozni neki. Alide a térdére hajtotta fejét, térdére kulcsolt keze reszketett, rázkódni kezdett a térde is. A férfi krómbőr csizmája karnyújtásnyira tőle vonult el. A felvert por Alide torkába szállt. Az asszony két kézzel szorította össze lábát, combját a padra tapasztotta, úgy, hogy megszűnjön a reszketés. Tüdeje kiszáradt a portól. Belső szerveiből a nedvesség izzadságként folyt végig a hónalján. Le a padra, bensejéből sípoló hang tört fel, ahogy megpróbált levegőhöz jutni, de tüdejéből csak por szakadt ki. A porszemek szárazon pörögtek a tüdőhólyagokban. A mozigépész hozta a pohár vizet. Alide reszkető kezéből a felek kilötykölődött. A mozigépésznek kellett tartani a poharat, amíg Alide ivott. A férfi intett valahová, hogy semmi baj, csak megszédült a melegben. Alide megpróbált bólogatni. Bár az volt az érzése, hogy az izzó bőre menten összerántja, miközben madárkák csiripeltek a fákon, és mohók is csőrükkel darabkákat csipegettek az égből és a fehér felhőkből. Csipkedés, csirippelés, csipkedés, csiripelés, csipkedés, csirip, csirip, csipnyelés, csipköpés. Szemük feketén forgott, és minden homokszemcsés lélegzetvételére megugrottak. Köszönöm szépen. Tehát ebben az idézetben azt láthattuk, amiként a trauma egy emlék kapcsán újra felszínre kerül. Ez az úgynevezett flashback, tehát a poszttraumás stressz zavarnak az egyik jelensége. Tehát ez emlékbetörés. Valamilyen emberrel találkozik, valamilyen motívummal, ami megjelent az ő erőszaktételében, traumájában, és ez tulajdonképpen újra indítja benne ennek a nagyon erős érzésnek a lejátszódását. Ez a traumának alapvetően egy jelentő jelensége, hogy újra játszódik egészen addig, amíg nem feldolgozott maga a trauma. Tehát állandóan visszatér, és a regényben ez nagyon erősen van ábrázolva. Több olyan momentum van ezen kívül, amely azt mutatja be, amiként ez a trauma visszatér Alidé kapcsán. Ezek a poszttraumás emlékbetörésnek a mechanizmusának láthatjuk egy irodalmi reprezentációját. Nagyon érdekes, hogy ahogy a két nő, Alide, illetve Zara egymásra ismer,
megérzik egymásnak a traumáját, illetve a félelmeit. Tehát, minthogyha lenne köztük valamilyen kapcsolat, már akkor is, amikor nem tudják, hogy ők vérrokonok tulajdonképpen. Tehát a szenvedés egy zsigeri kötést hoz létre közöttük, és Oksanen ezt megint csak nagyon bravúrosan ezekkel a metaforikus körülírásokkal ábrázolja. Nagyon erős momentumai ezek is a regénynek. A következőkben három freudi fogalommal húznám össze tulajdonképpen ezt a sokféle polifonikus szálat, amiről a regény szól. Hiszen ez ugye történetileg is több szintéren játszódik, de a traumának is többféle dimenziója jelenik meg. A legerősebben Alide kapcsán van ábrázolva, illetve Zara kapcsán, és a transgenerációs szemlélet kapcsán kapunk egy családregényt tulajdonképpen. A regénybeli több generációs szégyen Borgos Anna észrevétele nyomán tulajdonképpen az emlékezés, ismétlés, illetve az átdolgozás freudi hármas fogalomban ragadható meg. Tehát ez a családi átok, ami visszatér, tulajdonképpen a műnek a végére feldolgozást kap azáltal, hogy Alide meggyilkolja a Zara fogvatartóit, akik odaérnek ebbe a kis észt faluba. De az idős Alide lelövi őket, ezt a két-három orosz mafiózót, és ez ad a műnek hát egy kétséges, illetve kérdéses feloldozást, hiszen ugye a gyilkosság az nem lehet a szószoros értelmében valaminek a feloldása. Minden esetre kérdéseket vet fel, és hát ezzel az olvasó egy kicsit magára marad a regény olvasása után. És a trauma szövegek kapcsán meg szokták jegyezni, hogy ez tulajdonképpen egy másodlagos traumatizációt indít el, tehát az olvasó is traumatizálódik a trauma szöveg olvasása kapcsán. És nagyon fontos azt, hogy a másodlagos traumatizációt is tulajdonképpen fel kell dolgozni, hiszen ez a regény nagyon erősen beinvitálja az olvasóját a traumának ebbe a sokdimenziós ábrázolásmódjába, és ezt muszáj verbalizálni, és ezáltal feloldani a traumát. Illetve ez a regény az észtek számára azért is jelentős, mert amikor megjelent, akkor ilyen erősen ez a téma még nem volt jelen az irodalomban, tehát az észt irodalomban. Ugyan Oksanen finnül írta ezt a regényt, de mivel finn és észt származású, legelőször idegen nyelven észtül jelent meg, és tudatosan figyelt arra, hogy úgy írja meg ezt a művet, hogy észt nyelvre könnyen át lehessen ültetni finnből. Mert ugyan hasonló a két nyelv, de mégis kulturálisan rengeteg sok eltérés van a két világ között. Ugye Észtország a Szovjetunió részévé kényszerült lenni, és rengeteg sok nosztalgikus szál is van ebben a regényben a traumák mellett. Tehát nagyon szépen bemutatja az egész kornak a milliójét tulajdonképpen. Illetve azt, hogy egy tipikusnak mondható észt család, a Tam család, egyébként még a névválasztás is nagyon tipizál, hiszen a Tam az a leggyakoribb észt vezeték név tulajdonképpen. És ilyen szempontból mutatja be ezt az elképesztő történetet. És oda térhetünk vissza, amit Freud fogalmaz meg, hiszen a regény, mintha akarva, akaratlanul is így épülne fel, hogy emlékezés, ismétlés, a trauma megismétlése, akár generációkon túl átívelve, tehát tova gyűrűződik ez a szenvedés, majd jön egy reparáció, az áldolgozás, ami ugyan kétes, de valamelyest ennek a családnak a történetét lezárja. És a,
Az utolsó idézetünk, amihez Editet szintén szeretném kérni, hogy adja nekünk elő, Márai Sándortól származik, aki ugyancsak hát ezt a témakört fogalmazza meg egy nagyon más perspektívában, de szerintem szépen lezárja, illetve fel is oldhatja ezt a kérdést. Márai Sándor, egy polgár vallomásai. Részlet. Halottak közé megyek. Csöndesen kell beszélnem. Néhányan e halottak közül meghaltak számomra, mások élnek mozdulataimban, fejformámban, ahogy cigarettázom, szeretkezem, mint egy az ő megbízásukból eszem bizonyos ételeket. Sokan vannak. Az ember sokáig egyedül érzi magát az emberek között. Egy napon megérkezik halottai társaságába, észreveszi állandó, tapintatos jelenlétüket. Az egyéniség az a kevés, ami újat az ember önmagához ad, elenyésző az örökség mellett, melyet a halottak hagynak reánk. Emberek, kiket soha nem láttam. Élnek, idegeskednek, alkotnak, vágyakoznak, félnek bennem tovább. Arcom anyai nagyapám mása. Kezemet apám családjától örököltem. Vérmérsékletem valamelyik anyai rokonomé. Bizonyos pillanatokban, ha megsértenek, vagy gyorsan határoznom kell, valószínűleg szó szerint azt gondolom és azt mondom, amit egyik nagyapám gondolt a morvaországi malomban 70 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen Editnek az előadásait. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták ezt az előadást. Nagyon nehéz témája volt, de azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, hogy a szép irodalomban is miként jelenik meg a trauma, illetve a transgenerációs trauma, transgenerációs hatásnak a kérdése. És az előadás után, amennyiben kérdésük van, nagyon szívesen igyekszem válaszolni, illetve hoztam néhány könyvet, amelyek alapvető irodalomnak számítanak a trauma kapcsán, a regény kapcsán, és ezeket is szívesen bemutatom. Köszönöm szépen! Hogy nem mondtam ennek teljesen világosan, de hogy most kinyitjuk egy műhely beszélgetésé ezt az estet, és akkor nem csak tulajdonképpen az előadás után, de még a program keretein belül van itt alkalma hallgatóságnak kérdezni, diskurzusba bocsátkozni azzal kapcsolatban, amit mondtál. Én pedig nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést, és hogy megtartottad ezt nagyívű és megrázó előadást, amiben ilyen sok elméleti ismeretet is összeszedtél, és tulajdonképpen egy művön keresztül bemutattad ezt, és az is nagyon fantasztikus volt szerintem, hogy becsatornáztad ezt a magyar irodalomnak is két szövegébe, ami ugyanolyan fontos, hogy ugye hát Magyarország is egy kis ország, ugyanúgy történeti traumái vannak, tulajdonképpen ugyanettől a nagyhatalomtól, mint Észtországnak, ugye egy részben, ugye Oroszország, Szovjetuniótól, mert nem mondjunk Oroszországot, és hát ez mint élmény azért
elég komolyan találkozhat az olvasóban is, és még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem maga az, hogy ez itt elhangzott, ez az előadás, az maga az is egy átdolgozási folyamat. Tehát, hogy mi is, akik mondjuk olvassuk ezt a szöveget, az interpretáció által, hogy beillesztetted valamilyen kontextusra, szintén az átdolgozási folyamatunk részévé vált ez a te előadásod, és legalábbis nekem ez volt a személyes élményem, és hát köszönöm is, meg hogyha még van türelmük, és megengednek annyit. Most meghallgattam az Oxanennek egy angol nyelvű interjúját, aminek az a cím, hogy minden nemzetnek megvan a maga elbeszéletlen története, egy untold, tehát elmondatlan története. És ebben ő azt mondja, hogy azért ültette regénybe a Észtország történetét, mert a történelmet mindig a győztesek írják, és egy úgymond vesztes országnak, vagy egy kis országnak nincs meg az apparátusa, hogy az ő történetét bemutassa hitelesen, az ugye represszálva van, el van nyomva. Viszont ha egyéni sorsokba ülteti, és az irodalmat segítségül hívva az érzéseket is, és a személyes értelmezéseket és sorsokat is behívja, akkor egy sokkal nagyobb közönséget ér el, és sokkal többeknek át tudja adni azt a gondolatiságot, és tulajdonképpen a nemzetnek a traumáját így tudja megosztani az irodalom által. Én legalábbis ezt éltem ennek a extravagáns, és egyébként egy szerintem hihetetlenül sodró személyiségű írónőnek a szavaiból kiérezni. És akkor megkérném önöket, hogyha lenne kérdésük, megjegyzésük, hozzászólásuk, akkor legyenek kedvesek itt a tér számunkra. És természetesen Editnek is nagyon köszönöm, hogy ez olyan, hogy ezeket az igen nehéz szövegeket ennyire átélve elő tudta nekünk adni. Mert ez nem lehetett nagyon könnyű együtt élni. Nem úgy nagyon könnyű, hanem tényleg az a döbbent csend, amikor már nem is tapsoltunk, az nem annak szólt, hogy ez a szövegrészlet már nem csendelt olyan szépen, hanem hogy az már annyira döbbenetes volt szerintem, hogy ott már csak a csönd volt egy adekvát elismerése a drámai előadásnak. Köszönöm szépen, Lányi Pál vagyok. Egy hivatkozásnak a részletezését szeretném megkérni. A Ferencihez kapcsolódóan volt, hogy Judith Dupont 2001. Ez a klinikai naplók rendezése, vagy pedig egy más munkája a Franciaországban élő pszichoanalitikusnak? Köszönöm. Ez egy tanulmánykötetnek a része. 2001-ben jelent meg, ha jól emlékszem, a Mandátum kiadónál Megtalált nyelv a címe. Elég nehéz már hozzájutni, de a könyvtárakban megvan még. Nem. Azt kérdezném még, hogy az a hivatkozott Ábrahám Miklós, szintén Franciaországban élő kutató, igen, ugye? Igen. Köszönöm szépen. Hát ő már nem él, tehát igen. Ábrahám Miklós már nem él, hanem a... Igen, 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 de Franciaországban élt és praktizált, igen, igen. Béla, esetleg megmutathatnád az irodalmi jegyzéket, amit ehhez a... Szerintem ezt közre is adhatjuk, ugye majd? Igen, hogy aki utólag szeretne vele foglalkozni, az... Itt néhány alapvető irodalmat tüntettem fel a téma kapcsán, amiket használtam, illetve... amelyeket úgy gondolom, hogy nagyon reprezentatívan gondolkoznak erről a témáról. Nagyon jelentős Menyhért Anna könyve és a trauma és az irodalom viszonya kapcsán.
és ő foglalkozik sokat a másodlagos traumatizációnak a kérdésével. Hiszen ugye a trauma szöveget olvasni az mindig egy trauma befogadás is, tehát ezeket problematikus bizonyos értelemben értelmezni és kezelni. Még hozzászólás vagy kérdés esetleg valakitől? Nem. Akkor azon se csodálkozom, hogyha elfáradtunk, mert ez nagyon megterhelő volt, tehát hogy megvolt a maga súlya, ami megnyomja a hangulatot, és nehéz folytatni. Akkor viszont, hogyha nem marad kérdés bennünk, akkor felkonferálnám a következő eseményt, amivel reménykedek, hogy ismét még hagyja a helyzet számunkra, hogy élőben is találkozzunk. Ez pedig november 19-én lesz. Mészáros Judit pszichoanalitikus a dialógus teremtő Ferenciről tart előadás nekünk. Közreműködik Őze Áron színművész. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer köszönöm Rideg Bélának és Pánfi Editnek a nagyszerű előadást és közreműködést, önöknek pedig a figyelmet, és azoknak is, akik online követtek minket. Jó éjszakát, viszontlátásra! Viszontlátásra!